Ezen a napon, 1825. november 3-án Széchenyi István birtokainak egy év jövedelmét felajánlotta a Magyar Tudós Társaság megalapítására, és ezzel lehetővé tette a Magyar Tudományos Akadémia létrejöttét. Erre a napra emlékezünk a Magyar Tudomány napján. A Vosinszky-Mór megyei múzeum is az évfordulóra időzíti azt az alkalmat, amikor a kutatók beszámolnak az elmúlt évben végzett munkáik eredményeiről. A Magyar Tudomány ünnepét mi is 8 éve ünnepeljük előadásokkal a múzeumban, és ez egy nagyon örömteli kezdeményezés volt, tehát örömmel csatlakoztunk hozzá. Azért is fontos, mert ezen a napon a múzeumi kollégák, muzeológusok, tehát legyenek akár régészek, történészek, néprajzosok, irodalomtörténészek, lehetőséget kapnak arra, hogy az évi kutatásaikról, illetve a múzeumi munkákról egy kis ízelítőt adjanak a nagy közönség számára. A beszámolókból kiadvány készül a népszerű múzeumi évkönyv, mely a 70-es évek óta gyűjti egy kötetbe az adott esztendő kutatási eredményeit. A múzeumi dolgozók saját területükön szerzett tudásuk egy-egy részletét tárja az érdeklődők elé. Ez nem egy tudományos konferencia. Tehát ezt mindenképp a kollégák próbálnak olyan témákat keresni a kutatásaikon belül, ami érdekesebb, egy kicsit ismeretterjesztőbb, tehát nem annyira szakzsargonnal teletűzdelt, szakszavakkal teletűzdelt szövegeket adunk itt elő, hanem megpróbáljuk egy kicsit érdekesebbé tenni ezeket az előadásokat. Ennek pont az a lényege, hogy ez egy közönségcsalogató és közönséghívó szerveződés lenne, tehát itt lenne az a lehetőség, ugye, hogy mivel ez egy Vosinszky-Mór megyei múzeum, a nevében is benne van, hogy egy megyei múzeum, tehát az a muzeológus gárda, aki dolgozik itt, az megyei témákat választ kutatási témájaként. És éppen ezért nagy közönség számára is nyitott lenne ez az előadás, és kifejezetten szeretnénk, hogyha csak alapvetően a történelem, akár a megyei történelem, a helytörténet iránt érdeklődők is, vagy csak általánosan a történelmi, a múzeumi kutatások iránt érdeklődők is részt vennének és meghallgatnák ezeket az előadásokat. Fuchs Márta előadásában ezúttal a szekszárdi Borvidék fejlődését vette górcső alá. Andrásfalvi Bertalan volt az én egyik tanárom, professzor úr volt az egyik tanárom, és ő nagyon támogatta a borászati kutatásokat. Legelőször a pinceépítészetből indultak el ezek a kutatások, tehát történeti családfa kutatásokkal indultak, vagy ez a fajta ismerkedés a borvidéknek az életével, és ezután, miközben a borászokkal történt interjúk során jöttem rá arra, hogy mekkora nagy hiányt jelent az utóbbi 30 évnek a feldolgozása. Tehát itt arról van szó, hogy mellettünk haladt el ez a 30 év, óriási változások következtek be a szekszárdi borvidéken, tehát mind társadalmi, mind gazdasági átrétegződésben, és úgy gondoltam, ugye egy néprajzos az valahol antropológus is, hogy ezeket a jelenkori kutatásokat, hogyha az ezt megélő és ezt alakító személyekkel lehet végigvinni interjúk során, akkor ez egy olyan rendkívüli lehetőség, amit nem szabad elhalasztani. A legfontosabb alapvetés az, hogy maga a bortermelés, illetve a szőlőtermelés 1990 előtt egy kiegészítő jövedelemforrás volt. Tehát az egész borvidék kutatásának az alapvetése tulajdonképpen ebből tudott és tud a mai napig kiindulni, illetve építkezni. Akár ha belegondolunk a feudalizmus alatt, a polgári korban, vagy csak visszaemlékezve a szocialista időszakban, Szekszárdon mindenkinek volt egy kis szőlőbirtoka, vagy magának termelt, vagy akár későbbiekben, ugye szocializmusban, a háztáiban szőlőbirtokot művelt, vagy a szőlőt, vagy a bort értékesítette a borkombinátnak, illetve a TS-nek. Tehát alapvetően a szőlészet és a borászat az nem a fő megélhetési forrás volt, mindenkinek volt egy másik jövedelem forrása a kis birtoka mellett. Na most a 90-es években egy olyan változás következett be, ami egy árutermelő borászatok és szőlészetek létrejöttét segítette elő. Ez egy gazdasági tény, egy gazdasági változás, ami előrevetítette azt, hogy a megalakuló családi vállalkozások és borászatoknak maga a birtok a fő megélhetési forrását adja. És innentől kezdve
az a fajta hozzáállás, ami előtte egy örömborászat, inkább egy hobbi tevékenység, kiegészítő tevékenység volt, egy nagyon komoly minőségi termelésre való átállást, egy nagyon komoly innovációt és egy nagyon komoly tőkebefektetést igényelt. A szekszárdiból híressé vált, nemzetközi viszonylatban is öregbítve ezzel a város hírnevét. Ahogyan Mattioni Eszter festőmunkássága is hozzáadott ehhez az értékhez. Róla és a szakmai megbecsülésének kettőségéről Lovas Csilla művészettörténész tartott előadást. Ami érdekes, hogy a korai évektől, amit a sajtóhírek, illetve sajtóismertetések, kritikák feldolgozása során észrevettem, hogy a korai évektől kezdve van egy pici kettőség az ő értékelésében. Tehát pont az a vizsgálati időszak az első 26-tól 31-ig, tehát mondjuk az első 5-6 év, amikor Mattioni Eszter felszabadul Rudnai hatása alól, a főiskolai mestere hatása alól, és egy új irányt vesz, amire az egyik oldalon azt mondják, hogy fantasztikus színlátás, milyen nagyszerű, hogy a nagy ecsetfoltokkal alakítja ki a formákat. A másik oldalon a kritikus meg megvádolja azzal, hogy nem tud rajzolni, illetve hogy ezek harsogó színek, hogy ez a zöld, minek a zöld foltok, minek ezek a reflex színek, a zöld lomloknak a reflex színei, ami például az önarcképét, illetve még néhány korai festményt jellemez. És amit itt az előadásomban és a legvégén hangsúlyoztam, hogy valahogy így van ez az élete végéig, miközben egy nagyon sikeres kiállítás sorozatot és támogatókat, kis Ákos, Pogánya Dön Gábor, tulajdonképpen menedzseli Mattioni Eszter művészetét, addig akkor a 70-es évek végére, 1977-ben a Nemzeti Galériában a nagy összegző életmű kiállítása, ami rengeteg, több mint 300 művet mutat be, az megint kettős fogadtatást ér el. Tehát az egyik oldalon van a bemutató Nemzeti Galéria és Pogánya Dön Gábor pozitív és értékelése, a másik oldalon a fiatal kritikus nemzedéknek pedig egy nagyon kegyetlen és lehúzó kritikája, amiben Mattioni Eszter munkásságát en bloc egészében negatívan és tulajdonképpen gicsfestőként értékeli Mattioni Eszter munkásságát. Ma is benne van ez a kettősség. Én nagyon szeretem és pont ezt a korai időszakot, illetve a 30-as évek kísérletei is nagyon érdekesek. A hímeskő technika kialakulása, és aztán tehát, hogy ez mindenképpen a művészettörténész történet vonalába, vagy fősodorban tartja Mattionit. A későbbi évek azok valóban, ahogy mondtad, az idő egy picit talán elment mellette. A Tudományos Nap és ezen keresztül a Múzeumi Évkönyv legfőbb célja Tolna megye történetének megismertetése.